A legutóbbi szezonban története legjobb eredményét érte el a Majos, hiszen tizedik lett a délnyugati csoportban. Ennek ellenére még a Kanizsánál is nagyobb átalakuláson ment át a klub, hiszen gyakorlatilag a teljes keret kicserélődött, és új vezetőedző Varga Balázs irányítja az együttest. A kanizsai meccs alapján azonban úgy tűnik, jól sikerült az átigazolási szezon a Majosnál, hiszen kiegyenlített első játékrészt láthattak a nézők némi kanizsai labdabirtoklási fölénnyel. Komoly helyzet egy adódott, a vendégek részéről Balog volt szemfüles, és bedobással indította Nagy Ádámot, aki azonban nem talált el a kaput. A hazaiak oldaláról főleg Gránic mozgott veszélyesen, de a lövései nem dolgoztatták meg a vendégkapust, Molnár Lászlót. Aztán a játékrész hajrájában Molnár hibájából Szabó Patrik lőhetett volna gólt, de az utolsó pillanatban menteni tudott a vendégek hálóőre. A látottak alapján nem volt meglepő, hogy kettőt is cserélt a szünetben Gabala Krisztián, beállt Ekker és Kondor. Ez érezhetően jót tett a mérkőzésnek, hiszen magasabb fordulatszámra kapcsolt mind a két együttes. Az első komoly zicser a Kanizsi előtt adódott, Lőrinc adott jó labdát Vuknak, az ülövése pedig éppen Gránichoz pattant, aki a kapufát találta el. Erre aztán volt válasza a vendégeknek, az egész meccsen jól mozgó Lőrinc Dániel adta be a labdát, amit Stankó Dávid vágott a lécre. A hajrában felgyorsultak az események, és úgy tűnt, mind a három pontot elviheti Kanizsáról a Majos. Lőrinc! Lőrinc! Lőrinc még! Van Sipszó! Kivártam, mert nem reklamált senki. Hát, ha továbbot int Holzbauer Flórián, de nem intett továbbot. Büntető. A 11-es Balog Ádám értékesítette. A 90. percig vezettek is a vendégek, amikor a két csereként pályára lépő játékos Ekker és János villant. Ekker. Ekker középre! Ekker! Jött egy jó betett labda, és csak megvan az egyenlítés. De ezzel nem volt vége. A 93. percben ismét tapsolhatott a hazai publikum. Szabó kapja, Szabó! Szabó még, jó csel, Szabó! Eddig szép! Visszateszi János Norbinak! János dupla! Erre már nem volt válasza a Majosnak, így a Kanizsa behúzta a mérkőzést. A meccs után Varga Balázs feldúltan értékelt, mondván mind a három pontot megérdemelték volna, és szerinte a ráadás hossza nem volt indokolt. Nálunk a legidősebb játékos 25 éves, valószínűleg ezt a hosszabbításban rosszul kezelték a fiúk. Mondjuk az is érdekes, hogy ellenünk mindig 4-5 perc hosszabbításra vezetünk, de ez már egy más történet, úgyhogy gratulálok a hazaiaknak, de abban biztos vagyok, hogy most ajándékoztunk 3 pontot. Gabola Krisztián nem volt maradéktalanul elégedett, gratulált a majosiak teljesítményéhez, ugyanakkor azt is elmondta, hogy rombolni mindig egyszerűbb, mint építeni. A Kanizsának pedig építenie kell, de ehhez jobban be kell tartani a játékosainak az ő taktikai utasításait. Hála Istennek a Norbi úgy érkezett a kapu elé, ahogy gyakoroltuk, és hála Istennek az Ekitől úgy jöttek be ezek a labdák, ahogy gyakoroltuk. Sokkal hamarabb, én bocsánat, hogy ezt mondom, de rájuk borítottam az asztalt most az öltözőbe egy 2-1-es győzelem után, mert ha nem hiszik el, hogy a taktika az azért van, hogy őket kedvező helyzetbe hozzuk, akkor régen rossz, akkor nagyon nagy gondok vannak. Változnunk kell először is gondolkodásmódban, és folyamatosan csapatként kell funkcionálni. Két forduló után 300%-os csapat van a harmadosztály délnyugati csoportjában, a PMFC, a Paks 2 és a Kanizsa. Lőrinc Bencéjékre vasárnap újabb bajnoki vár, akkor a szerdán 9-1-es pofonba beleszaladó Peachhoz látogatnak a délzalaiak.